A szabadban történő játékos mozgásfejlesztés a gyermek tanulási képességére, személyiség fejlesztésére, egészségére és kondíciójára is jótékonyan hat. Az elmélet mellett gyakorlati példákkal is ismerkedtek a kanizsai óvónők. Most a legújabb nézetek az, hogy pont az irányított testnevelést kell mindig kevésbé, most ez nagyon érdekes szóhasználat, kevésbé irányítani. Tehát ne feladat legyen, ne sok feladat legyen, hanem játékok legyenek, amelyekbe berakom viszont azokat a feladatokat, amit előtte megtanultak. Tehát ők megtanulnak egy mozgást feladatokban, után rövid idő alatt, és utána ezt játékokba be lehet rakni, lehet vele ezeket ott gyakorolni, és ezt a játékokban lehet a legjobban ismételni, kiváltunk vele hatásokat, újabb hatásokat, és gyakorlatilag, ha megnézzünk egy játékot, egy egyszerű, sima, primitív játékot is, szinte mindent fejleszt. A kanizsai óvodákban már korábban is kiemelt figyelmet kapott a mozgásfejlesztés, amire munkaközösség is alakult. Kész projekteket fognak készíteni az óvodapedagógusaink, ugye itt az év folyamán a témák és a tematikák adottak. Abban segíti a munkánkat, hogy ez a továbbképzés, hogy a kész tematikákat egy tudatos tervezéssel, egy tudatosan összeválogatott mozgásanyaggal, de a játékbeágyazottan, és ha lehet, akkor a differenciálás elvét alkalmazva fejleszti a gyerekeket. Az óvónők továbbképzéséhez a Pannon Egyetem helyszínnel, az UFC pedig sportfelszereléssel járult hozzá.